Adorján, Zenta és Magyar Kanizsa közti település. A kisfalu lakosságának száma nem nagy, viszont egy-egy rendezvény alkalmával akár több ezres tömeget is megmozgatnak. Ilyen vajdaság egyik legismertebb és egyik legközkedveltebb rendezvénye a Hurka és Kolbász Fesztivál. 2020-ban jubiláltak volna, viszont a járványhelyzet miatt idén szervezték meg a 10. fesztivált. Egy napig minden a hurkáról és a kolbászról szólt Adorjánon. Hagyományos disznóöléssel kezdődött a reggel. A régi szokásokhoz híven szalmával pörkölték meg a disznót, amire az idén is sokan voltak kíváncsiak. Sőt, a hurka és kolbásztöltő versenyre is sokan neveztek, 88 csapat jelentkezett. Amint a versenyzők kézhez kapták a hurka és kolbász készítéshez szükséges alapanyagokat, amely csapatonként 5 kg belsőségből és ugyanannyi kolbásztöltelékből állt, kezdetét vette a munka, a verseny. Mindenki a saját jól bevált receptje alapján kezdett neki a hurka és kolbász töltésnek. Mindenhol kellemes hangulat uralkodott, a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapatánál is, ahol hagyományos módon készültek el az ételek. Hagyományos módon, hagyományos recept, ugye só, bors, meg paprika, meg kokhagyma, kolbász, hurkához, meg paprika kivételével őrölt kömény. Mennyi ideig fog elkészülni, és milyen hús kerül bele? Hát színhús megy a kolbász, meg egy kis szalonna, zsiradéknak. A zabálóba pedig ugye belsőség van, bőr, meg egy kevés hús teszünk hozzá, meg rist. Ezen felül hogyan érzitek itt magatokat a Hurka és Kolbász Fesztiválon? Először vesztek részt rajta csapatként? Hát a többiek már voltak itt, én most vagyok először itt. Te leszel akkor a szakács, aki elkészíti majd a dolgokat? Igen. Mennyire nehéz elkészíteni a hurkát és a kolbászt? Hát, úgy mondom, hogy ilyen szokáskopog, én nekem a családom otthon, ugye állattartás, úgyhogy kiskorom óta már át kellett venni nekem is, megtanultam, meg szeretem is csinálni. Télen jó ilyen kikapcsolódásnak, úgyhogy minden évben van otthon disznóvágás, ez ugyanúgy van ilyen hurka, kolbász, rájas hurka, tehát mindent csinálunk otthon. Egyébként hogyan érzitek itt magatokat? Én eddig idáig, jó, a többiek is. A versenyzők közül többen már visszatérők, mindig örömmel járnak Adorjánra, hiszen a környéken ez az egyetlen ilyen jellegű fesztivál. A kolbász az ilyen hagyományos saját recept szerint csináljuk. A hurkát, azt ugye megfőzzük a belevalókat, ugye tüdő, belsőség, fej, kis bőr, és akkor megcsináljuk a hurkát, ledaráljuk rizsával és pirított hajmával ízesítsük. Ugye még a hozzávaló sóbors, amikkel... Milyen fűszerek kellenek bele? Hát majranna, sóbors, egy kis pirított hagyma. Ami a kolbászt illeti? A kolbászt illeti ugye köll a fokhagyma, minőséges fokhagyma, kemény mag, só, és a lényeg a jó törött paprika. És erős paprika is akkor. Főleg hát a paprikától sok függ, ugye már a színezék véget is, meg hát ugye só az a lényeg főleg, hogy ne legyen sós, meg szóval attól függ, milyen alkalomra csinálja a kolbászt, ugye, mert hát az
füstölésre, vagy tárolásra, vagy ilyen sütésre, úgy akkor már megint másfajta recepttel kell csinálni. Mennyire nehéz elkészíteni a hurkát és a kolbászt? Aki benne van a szakmában, az nem igazán nem gond. Sikerült-e valamilyen eredményt elérni eddig az évek során? Ugye sok a csapat, és akkor azért egy kicsit nehéz eredményt elérni, de törekszünk rajta. Hogyan szokták érezni magukat itt a Dorján? Szuperú. A Martonosi Dancsó házaspár unokáikkal érkezett, közösen készítették el a hurkát és a kolbászt a telek paprika színeiben. Emellett pedig igazi ínyentségek, saját készítésű kolbászok, sós sütemények sokasága fogadott minket az asztaluknál. Mi, hát a régi, hagyományos, ahogy a nagyszüleinktől tanultuk. Milyen fűszerek valók ebbe a hurkába és kolbászba, amit önök készítenek? Sóbors paprika, szép piros paprika, és kömény mag, fokhagyma. Mennyire nehéz elkészíteni a hurkát és a kolbászt? Hát nem nehéz éppen, nem nehéz. Milyen alapanyagok kellenek bele? Jó hús, szép piros paprika, fokhagyma, bors, só. Mit ajánl, mit kell fogyasztani, mit érdemes fogyasztani a hurka és a kolbász mellé köretként? Hát most a savanyakáposztát, vagy pörkölt káposztát. Mesélj egy kicsit a folyamatról, hogy hogyan is kell elkészíteni. A húst ledarálni, de mink úgy szoktuk, hogy a húsra rámérjük a paprikát, sót, fokhagymát, köménymagot, borsot. Összekeverjük, és ledaráljuk. És aztán hagyjuk egy kicsikét, hogy álljon, hogy érjenek össze az ízek, és aztán töltsük. A hurkát, persze, hogy föl az abáló, feje, belső rész, tüdő, szíve, nyelve, föl az abáló, és az, mikor készen van, szétbontjuk szépen, és összedaraboljuk, rámérjük szintén arra csak sót, borsot teszünk. Rizsát megfőzzük a balébe, és ledaráljuk a húst, belekeverjük a rizsába, fűszerezzük és süssük. Hogyan érzik itt magukat a Dorjánon? Nagyon jó. Mink elejtő kezdve itt vagyunk. Mindig jövünk. Először, persze, most 10. alkalommal rendezünk. Mink az elsőtől kezdve itt vagyunk. Jól érezzük magunkat. A rendezvény igen népszerű egész Vajdaságban, így nem meglepő, hogy nem csak a környező településekről érkeztek résztvevők. Voltak, akik egészen Zomborból utaztak a tiszaparti településre, hogy bemutassák hurka és kolbászkészítő tudásukat. Nálunk szokás hurkát csinálni, kásás hurka vagy rizsás hurka, pirosan vagy vér van benne. Itten fehéren szoktak csinálni, mi is úgy csinálunk, hogy köl itten fehére. Nem teszünk vért bele. Kolbászt mi szerintük csinálunk, ahogy mink csináljunk, enyhe, erős, és jó legyen. Milyen fűszerek kerülnek a hurkába és a kolbászba? A hurkába csak majaran jön, fehérbors, bors, és só. De a kolbászba paprika, házi paprika, és fokhagyma, picit rum, így szerint, és fokhagyma, és paprika, semmi más bors. Voltak-e már itt a Dorjánon a Hurka és Kolbász Fesztiválon? Voltunk itt a Dorjánon, és egyszer nyertünk második helyet. Most harmadszor, negyedszer jövünk, és megpróbálunk megint. A hurka és a kolbász mellett itt különböző érdekességek is vannak maguknál, különböző féle füstölt kolbászok. Mik találhatóak itt meg? Itten elhoztunk próbálni való katica kulint, kolbászt, amit csináltunk
két hét ezelőtt, és a Katica múlt éve volt csinálva ebben a napokban, annak 9 vagy 10 hónapot száradjon, próbálták is, milyen az jó, és hoztunk még töpörcsű krémet, vagy pástétomot, csináltunk kis kosarakba, és van füge édes, ami a erőssel és szóssal megy. A szokásokhoz híven Magyarországról is érkeztek résztvevők, hogy versenybe szálljanak. A balotaszállási csapat már a kezdetektől ott van minden évben Adorjánon. Adorján testvértelepülésünk, és mi minden évben jövünk hurkát, kolbászt tölteni. Tehát akkor hurkát és kolbászt tölteni érkeztek ide. Milyen receptúra alapján készül el? Hát, receptünk egyszerű, amit szüleinktől, nagyszüleinktől tanultunk. Só, bors, paprika, egy kis fokhagyma, és kész a jó kolbász. Esetleg valamilyen különleges fűszer kerül bele? Nem rakunk bele semmi különlegeset mi, csak a hagyomány szerint csináljuk a kolbászokat. A kolbászhoz milyen paprikát használnak? Hát, az mindig őstermelőktől szerezzük be, csak őstermelők paprikáját, házi paprikát használunk. Hogyan szokták magukat itt érezni a Adorjánon, illetve sikerült-e már valamilyen eredményt elérni korábban? Kiválóan érezzük magunkat mindig. Többször sikerült már helyezést elérnünk hurkával, kolbásszal. Nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk. Az elkészült finomságokat szakmai zsűri kóstolta is értékelte. Minden évben nehéz dolguk van. Idén sem volt ez másként, hiszen elmondásuk szerint nagyon jól fűszerezett. Finom hurkák és kolbászok közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. Nézzük a hagyományos kolbászt, mondjuk a teljesen más íze van a vajdaságban. Az északbácskai, ugye mondjuk a horgos kis piac bácsol, és ennek a résznek, az északbácskainak teljesen másra, mint a bánátiaknak. Bánátiak, ők nem tesznek bele fűszerpaprikát itt, vagy mint északbácskába teszünk bele fűszerpaprikát. Na most a bánátiak, így mondom, azok nem tesznek bele köménymagot, mint itt teszünk bele köménymagot. És meglássuk a kinézetre, meg a benevezésre, hogy ki hogy fogja, hogy elkészíteni a saját termékét. Milyen fűszerek valók a jó hurkába és kolbászba? Hát most így mondom, hogy megint az északbácskai fűszerek, az legyen egy nagyon, nagyon jó minőségű piros paprika, só, bors, kömény, mag és fokhagyma. A bánáti oldalon ők tesznek bele sót, borsot, meg semmi mást. Ami a külalakot illeti, hogyan kell, hogy kinézzen a hurka és a kolbász? Hát mondjuk egy igazi jó hurka, azért arra kell törekedni, hogy tudni kell a rizst megfőzni, hány fokon főzik a rizst, vagy mikor süssük, ne durranjon szét a rizst. Mondjuk az északbácskai hurka, megint így mondom, az só és bors, semmi más. A bánátiak, ők már tesznek bele majorannát is, só, bors és majorannával készítik. Már több éve zsűriznek itt Adorjánon, nehéz dolguk szokott lenni ilyenkor? Hát igen, általában elég nehéz dolgunk van, mivel most ugye a 10. Hurka Kolbász Fesztivál van, és mikor ezt ezelőtt, így mondom, 10 éve itt a Borsos Csabának az udorába kitaláltuk ezt a rendezvényt, akkor mi törekedtünk, hogy az itt az Északbácskában is legyen egy igazi jó hurka kolb, ne csak Túrján legyen a Kolbász Fesztivál, hanem csináljunk itt is. És azóta már nagyon sok fajta kolbász megkóstoltunk, volt itt kukoricás, címetes, több fajta hurkát, kolbászt kitalálnak az emberek. Milyen íze van ennek a címetesnek esetleg? Ennek a címetesnek az igazság, hogy ez egy török étel. A törökök, ők címetezik, borshelyt címetet raknak. Elég érdekes íze van neki, az igazság. A sok jó közül is kell lennie legjobbnak, idén a zsűritagok szerint a Pándi önkormányzat csapata bizonyult annak. A rendezvény egyébként az egész falut megmozgatja, sokan segítkeznek a szervezésben. A kezdetekben még a szervezők sem gondolták, hogy ekkora és ilyen színvonalas rendezvényé növi ki magát a fesztivál az évek során. Maga a verseny az ugyanúgy zajlik, mint az előző 9-en, viszont az estéli
föllépőket, azt az idén úgy válogattuk össze, hogy az elmúlt 9 fesztiválon a legjobb föllépőkből állítottunk össze egy 5-ös csapatot. Ami a verseny résztvevőket illeti, mennyire elégedett az idei fölhozatallal? Sokan jelentkeztek? Hát a helyzetre való tekintettel elégedettek vagyunk a csapatok létszámával. 90 csapat nevezett, 88 csapat itt is van. Ugye előző években 110-20-30 csapat is volt, de hát ugye ez a Covid rátette mindenre a bélyegét, többek között a Hurka Kolbász Fesztiválra is valamelyest. Ön szerint mi a sikernek a titka itt a Hurka és Kolbász Fesztiválon? Hát erre nehéz lenne válaszolni, vagyis pontos választ adni rá. Szerintem minden otthonias csapatok meg vannak elégedve. A zsűrizésnél nem engedünk semmiféle mellé beszélést, úgymond. Amikor a zsűri meghozza a döntést, hogy melyek azok a kolbászok és hurkák, amelyek a díjnyertesek, azt én is át szoktam még pluszban kóstolni. Ebből kifolyólag jött visszajelzés, hogy tényleg mindenki meg van elégedve a csapatok közül a zsűrinek a munkájával. Erre mi kezdetektől fogva nagyon odafigyeltünk, mivel sok csapat jelenik meg, a disznóvágás szezon ugye itt kezdődik november végén, ebből az okból kifolyólag sokan a környékről ide látogatnak, valamint ugye valamelyest a föllépők is vonzák ide a tömeget. Az adorjáni rendezvényen részt vett Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is, aki örömmel állapította meg, hogy a fesztivál évről évre fejlődik. Elsősorban az adorjániak számára, a környékbeliek számára, meg hát úgy látom, hogy rengeteg embert vonz. Egy jelzett rendezvényén nőtte ki magát, amelyik messze meghaladja a kanizsai községnek a határait is. Szerintem fontosak ezek a rendezvények, különösen most így a járvány után, mert az emberek újra barátkozni tudnak, újra egy kicsikét ki tudják engedni a gőzt. Hál' Istennek gyönyörű, szép időnk is van, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy egy kiváló rendezvény legyen a mai. Mennyire értékelődött fel az ilyen rendezvények jelentőség az elmúlt másfél év után? Hát ezek a rendezvények mindig fontosak voltak, mert megmozgatják azt a közösséget, amelyik szervezi, de ez nem egy tipikus rendezvény, ez a megszokott kisközösségi rendezvényektől azért más volumenében, más ambíciójában, más vonzerejében, más olyan, amilyenből jó volna, ha sokkal több is volna. A fesztivál azonban nem csak a csapatokról vagy a hurka és kolbász töltő versenyről szól. A kíváncsi látogatóknak is jut a disznótoros finomságokból. Ingyen is osztottak sült hurkát és kolbászt az arra sétálóknak. Természetesen kirakodó vásár is kíséri a fesztivált. Édességek, egyéb finomságok és rengeteg játék. Sok mindent meg lehetett találni itt. A kézműves termékek mellett pedig a mezőgazdasággal foglalkozó cégek is felsorakoztatták kínálatukat. A finom ételek és italok mellett a jó hangulatról is gondoskodtak a szervezők. Minden évben sztárparádé fogadja látogatókat, idén színpadra állt Zvonko Bogdán is, de általában közkedvelt magyarországi előadókat is meghívnak. Fellépett Lagzi Lajcsi is, valamint LL Junior, tovább az Irigy Hónajmirigy is. A sztárözön nem ért véget velük, a Beatrice együttes is koncertet adott.